Ez itt az élő szerepjátékos podcast, a Wikivel és Kubasszal készült felvétel második része. Örülök, hogy ismét velünk tartotok. Itt most ennek a játéknak a kapcsán is említetted, de ez a diszkófénél is egy nagyon érdekes perspektíva volt, hogy a mondjuk Béstől nyugatabbra lokalizálódó játékok esetében egyre inkább gyakori az, hogy a játékosok és a karakterek neme az nem feltétlenül kell, hogy egyezzem. Sőt, nem is feltétlenül definiált férfi vagy női nemmel rendelkező karaktereket kell, hogy játszanak. Ez egy ilyen absztraktabb játékban, mint mondjuk a diszkófélarp volt, persze egészen más megvilágításba helyeződik, de itt ebben a játékban például volt olyan, hogy nő játszott férfi karakterhez, vagy fordítva? Abszolút volt olyan. Ugye itt az volt a lényeg, hogy vannak férfi és <coughs> vannak női karakterek. Ez egy olyan, kor, amikor nem lehetett. 18. századi Angliában egyszerűen csak mindenki kitiltotta a társaságból, hogyha, hogyha bár, hogyha deviáltál, úgymond a normától. Viszont az, hogy játékos neme, micsoda, az nem érdekelt senkit. Tehát, hogy lényeg az, hogy kell felhasználni, hogy egy női vagy férfi játékos karaktert fogsz játszani, és onnantól azok, a, azok vonatkoztak rád, amikor karakterben voltál, hogy annak megfelelően kellett játszomodni, nyilván senki nem készített rá, csak a többi játékos reakciója, mert ugye mindenki hüledezett a legkisebb bokavillantástól, és ugye ez az ez a, ez a fajta játék volt. Itt a setting az nem tette lehetővé, hogy, hogy legyen, de nagyon érdekesen behozták egyébként azért a modern modern témákat is, hiszen akkor is a, a társadalom problémái egyébként sok szempontból hasonlítottak a mostaniakra, csak máshogy viszonyultak hozzá az emberek, és máshogy hallgatták el őket. gondoltok, hogy ebben fogjuk követni majd a trendeket? Vagy kell lekövetnünk követnünk a trendeket? úgy abszolút. Tehát, hogy nem, nem látom, hogy miért ne követnénk ezeket, ezeket a, trendeket, meg az van, hogy ö, szerintem egy össze van rakva egy jó jelmez, abszolút nem zavaró, a nem, hogy a magyaroknak még könnyebb dolgunk is van, mert nem kell, kell szerencsétlenkedni. Úgyhogy annyi csap, hogy az elején, és ezt mostában volt egy itt lap, amikor meg is kérdeztem, meg kell kérdezni, ki játszik fel, és meg ki játszik nőt, pedig nem mindig egyértelmű, hogy, 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 mi van, valamikor nem számít, de vannak olyan uh, larpos lapos settingek, amikor viszont ez tényleg fontos. És akkor meg, szoktam kérdezni, hogy mindenki olyan, ugyanolyan, mondjuk egy, egy, egy az egyik emberen lehet érni, hogy milyen nem ügy játszol, uh -huh. meg hogy ki az, aki feltűnően más korú karaktert játszik, mint, uh -huh. uh, mint amilyen a saját valós kora, mert ugye az is változhat az hogy olyan viszonyulsz egy az volt az érdekes, ugye pont a diszkó fél arban, hogy ott ezt a megközelítést már talán olyannyira túl korrekten kezelték, vagy túl semlegesen kezelték, hogy az is zavaró volt számukra, és azt is szóba tették, hogyha én például a saját karakteremre, amit én férfi, nemi jelleggel rendelkező karakternek képzeltem el is vizionáltam, az angol személyes névmással férfiként hivatkoztam, és Kifejezetten megkértek rá, hogy nem erit minden karaktert, egységesen a DEM meg a D hivatkozással kell megcímezni. Én ezt a, ezt a megközelítést talán már kicsit soknak éreztem. Én szerintem ez azért is volt azon a LARP-on konkrétan, mert egy érdekes koncepcióval működik a Poltergeist, hogy ugyanazokat a karaktereket viszik a különböző lárpjaikra, ugye ezek mind tündér karakterek, Igen, és ugyanaz a, ugyanazt a karaktert többen is fogják játszani, és többen játszották előtted, csak nem ugyanabban a settingben. Hiszen ugye ezek ilyen örök életű tündérek, Igen, tehát Igen, akár Igen. még settingben lettnek, és szerintem azért ö, azért akarták ezt így, ö, e, ezt erre így rávenni a játékosokat, hogy ugyanaz a karakter maradhasson, ennek ellenére különböző játékosok különböző féleképp játszák. Én nekem ez a tippem, uh -huh, hogy, uh -huh. hogy, hogy lehet, hogy ezért ezért is szóltak rád, hogy Ugyanakkor viszont, tehát ott van másik példának, mert ugye ami most az alávány amit felhoztunk, amikor a meg azt követeli meg, akkor pedig ott, ha valaki lesíz valakit, aki hi, akkor ott az, a botrány. Igen. Mert ugye ott meg az a settingje, hogy, itt az az fontos. Igen. Éppen az alap, alap visszatérve, hogy eljut, hogy, 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 erre felé, hogy eljutunk -e erre, szerintem egyébként már most is ott tartunk, hogyha valaki azzal jön oda, hogy egy ilyen és olyan karaktert szeretne, vagy esetleg eltérőt, vagy, vagy, vagy ő, ő maga máshogy szeretné, hogy hivatkozzunk uh -huh. rá. Szerintem a magyar lapos közösség is nagyon nyitott és befogadó közösség, csak úgy, mint, mint, a külföldiek. Szerintem ezzel senkinek nincsen problémája. Annyi, hogy talán Magyarországon még kevesebb az az ember, aki ezt felmeri vállalni, vagy, 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 bemeri magának vallani, míg ott kint jellemzően azért, azért, mivel nagyon nyitott ez a társaság, és nyilván a LARP lehetővé teszi, hogy az lehess, aki, aki akar, és az ott lévő emberek fel is vannak rá készülve, hogy annak lássanak, aki te akarsz lenni, ezért szerintem könnyebb felvállalni önmagad ezekben a közösségekben, és ott ezért már oda gyű, gyűlt egy csomó olyan ember, aki uh -huh. aki, aki szeretné a, az életébe ezt a fajta elfogadást. Szerintem a larp közösség már ott van, Magyarországon még, még, ez mindig egy picit tabu téma. Uh -huh. nem azért nem játszanak az emberek más, nem, nem, azért nem játszanak, mert, mert a közösség furán nézne rá, hanem azért, mert csak simán nem akarnak. Szerintem. De mert így is Jaj, játszanak a persze, történt, így De, persze, így is többször, többször volt ilyen játék. Én is játszottam egy, őrzét, egy öreg nagymamát az egyik élőzőt. Igen. És is amúgy jó volt. Én mindig ugye már csúfosan, el, csúfosan elbukok, hogyha férfi karaktert próbálok játszani. Volt De, már nem ilyen? Nem, nem, nem. Próbáltam. Látpon szerint, hát, Maxi ilyen kísérletben, tehát egy rendes Larpon, hosszabban még nem játszottam férfit, aztán a játékban próbáltam, meg ilyen, ilyen kis apró jelenetek erejéig, és általában nem megy. És általában szerintem azért nem megy, amiért a, a férfi írók és a női írók is, vagy az írók nehezen írnak egy olyan karakter szemszögéből, aki az ő nemüktől eltérő, mm -hmm. hogy egyszerűen, amikor próbálsz arra gondolni, hogy hogy viselkedne ilyenkor egy férfi, Álva, vagy el, el, akkor, el, eltúlzod a dolgokat, mert valójában a válasz általában az, hogy hát pont úgy, mint egy nő apró különbségekkel. Szóval, szóval én hiszem, ebbe a csapdába ilyenkor, hogy, hogy túl gondolom és ja. ezért kényelmetlen és nehezen ment. Hát szerintem egy feleséget, hogy fiatal lányt játszani, az nekem is nehéz lenne. Uh, de... <laughs> Bár egyszer játszottál egy fiatal lány. De, <laughs> de, hogy a nagymama az, az teljesen okés volt. Amikor fiatal lányt játszottam, az egy ilyen D&D LARP volt, az elsődleges Birodalmak második játéka, és akkor egy az volt a koncepció, hogy én egy ilyen 14 éves fiatal boszorkány lány voltam, és megtámadták a konventünket a, a, gonosz paladinok, és volt egy halálosan megsérült ork paladin, és neki a testébe a boszorkány asszai mamóca utolsó erejével beleoktorált a lelkemet, hogy túléljek. <laughs> és akkor egy 14 éves kislányt játszottam egy nagy ork <laughs> paladinnak a testében, és nagyon szórakoztató volt, ez egy két kétnapos nap és nagyon jól éreztem magam, mindenki hogy csak ugye naivitás miatt mindenki azt hittem, hogy csak borzasztóan buta és naív vagyok, de nagyon-nagyon szórakoztató volt a, 14 éves kis játszani. Ezt tényleg nagyon szórakoztató volt, kívülről is egyébként, bár mivel én játszottam akkor a, a legidősebb nővéredet, ezért nekem, nekem kifejezetten nehéz volt egyébként Ádámmal ekkor játszani, mert hogy azt éreztem, hogy ő az elesett, akivel nekem gondoskodnak, és felsőle kell figyelni, hogy mit csinál, hogy nehogy baja essen, és valójában nagyon nehéz volt. Nem is, ott helyben nem volt nehéz, utána volt nehéz a következő pár napban, amikor az mondja, hogy ő a párom, ő nem a 14 éves hugom, és, ez, és nem kell folyamatosan arra figyelnem, hogy vele minden rendben van-e, mert alapvetően ő már gondoskodik magára, és utána volt egy picit ilyen állapot, hogy nem, nem, már nem kell róla ennyire gondoskodni. Egyébként a diszkófélarpon én úgy éreztem, hogy ezt a dimenziót, ezt abszolút a helyén kezelik, megfelelő módon kezelik, és nem tulajdonítanak neki a szükségesnél nagyobb jelentőséget, de egyértelműen kommunikálták a játék előtt, a útban is, és a játék során is ez érezhető volt, hogy ennek milyen jelentősége, vagy éppen egyáltalán semmilyen jelentősége nincs a játék során. Tehát ez nem hatotta át sem a játékosi megközelítésünket, sem pedig a karaktereinket. Ugyanakkor volt egy másik példa is, Brüsszben voltunk, Vampire Larpon, ami ebből a szempontból nekem egy negatív példa volt talán. Bár lehet, hogy én oda egy kicsit fogalmatlanul érkeztem ebből a szempontból, mert előtte pont poénkodtunk egy más alkalommal, amikor drag részről beszéltek a hölgyek. Én először azt hittem, hogy ez a, az a verseny, motoros. amikor az autók össze vannak kötve, és hogy ki tudja a másikat elhúzni ami nem volt nagy tévedés a részemről, mert ezt is annak hívják, de az a karakter, amivel ott találkoztunk, az nem autóversenyző karakter volt, hanem egy drag queen karakter, egy torrádor drag queen karakter, és mint kiderült, a játékos autban drag queen, aki amikor eljött torrádort játszani erre a brűzsi vampire játékra, akkor gyakorlatilag önmagát játszotta, csak most már vámpírként. És nekem ez azért nem tetszett, mert ebből a perspektívából nézve hogy ő a, az autós időtöltését azonosítja azzal, amit az élő szerepjátékba is behoz, és amit az élő szerepjátékba karakterként megmutat, az, az semmilyen szinten nem különbözött egymástól, és ebben nem láttam semmiféle szerepjátékosi minőséget. Ezt hiányoltam belőle. Szerintem nyilván nem voltam ott, de egészen addig még, még a másik játékának a kárára nem megy addig. Jól érezte magát a kedves egészségére. Igen. Ugyan, ugyanakkor ez, 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 ennek kapcsán azért ezt felhoznám, hogyha valaki nyilván nem ismered teljesen, de lehet, hogy a karaktert játszott, csak éppen ezt áthozta onnan, mert ez valami, mint könnyen meg tudott oldani jelmezből. Én nekem is előfordul, amikor az az, hogy utolsó pillanatban kell valamit csinálni, és karaktert kell választanom, és egy hét van a játékig, akkor lehet, hogy én is, hogy írok, amihez már van jelmezem. Tehát szóval lehet, az is lehet, hogy ilyesmi volt a hátterében. De amikor ismersz valakit és felfedezed, hogy nem karaktert játszik, hanem őt magát, az azért tud veszélyes lenni egy picit, mert akkor, hogyha konfliktus van a karakteritek között, akkor nem a karakterét bántod, hanem őt. És ez az, ami veszélyes, mert ilyenkor tud átcsúszni a szerepjáték a valóságba, uh -huh. és ugye őt nem akarod megbántani, de a karakter az ő karakterére reagálni fog. És ő nem karaktert játszik, hanem saját magát, akkor viszont nincs meg ez a is, hogy itt ez most egy játék. És ez tud, ez tud nagyon veszélyes lenni szerintem. Meg szerintem ez ugye, ezt a fogalmat ugye bleednek hívják, ez a szép szak kifejezésre, és na, ez például szerintem olyan, ami talán még magyar körülben nem beszélgetünk erről eleget. ezek a nagy nemzetközi játékok borzasztóan intenzív játékok, um, és sokszor borzasztóan intenzív, romantikus szálakkal, vagy ellenségeskedéssel, vagy ilyesmivel van befűszerezve és amikor becsöppen az ember egy csomó idegen ember közé, és a leges, -leges dolog, amit megtapasztalt tőle, az vagy egy nagyon erős vonzalom, vagy egy nagyon erős ellenségeskedés, nagyon-nagyon nehéz utána azt, azt helyre tenni, és egy ilyen, pont egy ilyen nemzetközi larp után iszogatásnál beszélgetem emberekkel, és akkor ott hangzott ez a nagy bölcsesség, hogy, hogy az ember intenzív larpra megy, egy fontos dolog van, következő egy hétben nem szabad fontos döntéseket meghozni. Semmiféle fontos döntést, mert nem biztos, hogy az a, az a srác bejön neked valójában, aki a játékon bejött. Nem biztos, hogy, mit tudom, mint te annyira nyomorúságos vagy, mint a karaktered volt. Tehát, hogy utána, egy ilyen nagy intenzív játék után kell hagyni egy-két hét szünetet, és mindig extrán mérlegelni kell azt, hogy az érzelmi állapot, amiben még egy 48 órás, szuper intenzív játék, ez a felkopozott. Érzelmi állapot, amiből eléggé ezt beletesz, szóval biztos, hogy azok az érzelmek, mm -hmm. tényleg valós érzelmek. Ezt akkor szoktátok általánosan érezni az ilyen nagyobb, blockbuster típusú játékok után, hogy még áthat benneteket a játékélmény, a karakterben maradás. Én szoktam, azt hiszem most már egyre jobban, jobban, jobban kezelem, de szoktam igen. Főleg ami érdekes monó főleg a azért nagyon intenzív ellenségeskedés van, az jobban megvan nem bennem, tehát a negatív érzelem az, hogy valaki az csúnyán ellenséget játszott, és nagyon csúnyán játszott, ami mm. itt van karakterben tök oké. Okay. Nekem azt hiszem, hogy ez az, ami jön még jobban beblídelek. De tudom, hogy például van, akinek a, az ilyen szerelem az, és akkor utána meg a ő mm. ne, Nekem nem tart nagyon hosszan, de nekem is mindig van. Egy pár napig szokott tartani jellemzően, de, de tart. Igen, ilyen vannak, vannak különböző rituálék, nyilván minden, minden embernél hogy működik, de nekem, én azt hiszem, hogy nekem megvannak a rituálék, hogy mikor tudok felvenni egy karaktert, és miket kell hozzá csinálnom fizikailag, és mi, mi az, amivel leveszem. Nekem például a jelmez ezért nagyon fontos. Hát nem mindig azt mondja, hogy annyira nem fontos a jelmez, mert ő lefeldobálja a karaktereit sokszor, tök ügyesen. Nekem viszont azt érzem, hogy nekem része a jelmez annak, hogy fel tudjam venni a karaktert, fizikailag felveszem, és le tudjam, le tudjam venni magamról. És azért ugye minél minél inkább előtt a karakter stílusa, meg a, meg a karakternek a, a gesztusai, meg a beszéd stílusa, de leginkább a kinézete, attól, ahogy én szeretek kinézni a mindennapi életben, annál könnyebb nekem mm -hmm. um, egy karaktert felvenni és le is venni. Hogy minél inkább megvan az a. a a, a rituálé, annál inkább le tudom tenni ezt. És ez nem minden minden ember valószínűleg máshogy működik ebben, de hogy nekem ezek sokat segítenek. Vagy. Utána még az érzelmek valamennyire megvannak, még átgondolom, de az már a kellemes része, hogy jó, hát akkor azt érezhette, akkor a karakter és a másik. Ugyanezen ezen nagyon érdekes és jó érzés így kontemplálni. Viszont, miután megvan ez a levétel, nekem egy ilyen szikla szakad le rólam, hogy és ez nem én vagyok, és mennyire jó, hogy ez nem én vagyok. <laughs> hát a már ritkán uh, felhőtlen vidám sztorik történnek az én larpokon egy csomó rossz dolog történik az emberek karaktereivel, úgyhogy <laughs> nem is baj le tenni őket. Ja. Mi volt az a karakter az elmúlt időszakból, amit a legnehezebb volt elengednetek, amihez a legjobban kötődtetek? Kezdte, Viki. K Kötődni. Hát valószínűleg a legintenzívebb nekem, hogy ez a Leven Duty volt. Mm -hmm. Ott nagyon nehéz volt a karakteremnek a sorsa a végén, és hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem éreztem nagyon erősen én magam azt a fájdalmat, amit akkor ő érezhetett. Meg voltak olyan pontok, ahol a, a végén nagyon sokan sajnálták az én karakterem, és ugye nekem az a valóságban egy probléma, én utalom, hogyha sajnálnak. És az, hogy fogok most ebből a szobából lemenni, úgyhogy hogy, hogy hogy engem ott mindenki sajnálni fog, mert én ezt, én ezt fehér Viktória utálom ezt a dolgot. És, és az, hogy a karakterem saját stílusából megoldottam azt, beigazodtam a kis diarámat a hajamon, és lementem like a lady, ez, ez egy nagyon érdekes élmény volt. De hogy meg, meg jó is, hogy én magam azt tudtam mondani, hogy a karakter miatt képes vagyok meglépni azt, amit én magam éppen nagyon nehezen tudnék megcsinálni. De az volt az a minta, nagyon sokat gondolkodtam azon a karakteren, meg az ő, az ő sor sem. Ott nehéz uh -huh. volt egy kicsit. Hát nekem szerintem a Meeting of Monarchs nevű játék a nyolcadik Azért ott két napig, két is fél napig keresztül a világcsászárát játszottam, és uh, hát az, az, az össze, összekutyulta a fejemet azért rendesen. Tehát az nagyon-nagyon. Az nagyon fura volt, nagyon fura volt nehezen kezelni a dolgokat. Nem is volt egy könnyű időszak amúgy a, a az életkémben, és ez a, az a nyolcadik Henrik karakter az, az ott fölkavart, föl fölkavart rendesen. sem. ott az több nap kellett ahhoz, hogy teljesen tudjam tenni a karakter szerintem. Mi volt benne a legnagyobb kihívás? Kihívás semmi nem volt, miközben játszani. Félelmetesen könnyen ment a, a koki, arrogant, izé, stratoszfíráig érő, PP-vel megáldott <laughs> srácot figurát játszani, de, de az nem vagyok benne teljesen biztos, hogy így utólag, hogy ez ott egy egészséges larpélmény volt. <laughs> Tehát, hogy nagyon-nagyon sok volt, és nagyon intenzív volt, és nagyon-nagyon immerzív volt az egész, nagyon király volt, de mindenki nagyon sokat fölemelte a játékomat, és tényleg királynak érezhettem magam. Viszont viszont egy kicsit, egy kicsit szerintem sok volt. De nekem az ott egy, picit sok volt. Egy picit sok volt, és, és több ideig tartott rendbe tenni mindent visszarakni a saját fiókjával, mint amennyit, mint amennyit szerettem volna. Van valamilyen bevett technikátok egy karakter elképzelésére, megfogalmazására, és aztán amikor vége a játéknak, akkor a tőle való eltávolodása, mint ahogy említette például a jelmez, nekem is egy nagyon fontos aspektus ebből a szempontból, de amikor először vizionálod a karaktert, vagy éppen ha kapsz egy karaktert, akkor először megpróbálod magad elé képzelni, akkor mik ezek a lépések, amelyek által igazán közel tudsz kerülni hozzá? Én kezdjem? Az az és amíg én beszél. De, de nőj le nyugodtan, hogyha valamit szeretnél ma. Szóval nekem, amikor -e, a jelmez fontos, de ami ami, ami még fontosabb, hogy nekem nagyon szeretem, hogyha van valami gesztus, amit a karakterhez kötök. Én eleve, amikor ideges vagyok, akkor szeretek paprálni a kezemmel. Tehát nagyon jó, hogyha van valami gesztus, mert ezt csatornázni tudom. Hmm. Uh, és ez segít a karaktert is átélni. Pont a, pont volt egy játék, amit, amit Ádám szervezett, ez a This War of Mine uh, játék, amin egy erősen uh, cigifüggő, egy... egy uh, I igen, függő karaktert játszottam, és az, hogy folyamatosan cigiztem, néven nem igazi cigi volt, hanem egy játéksziget, nem lehetett szívni, az mm -hmm. egy papírkalacsin volt ráadásul, egy, egy elég ilyen Noel <síns> És, és az, az, hogy ilyen remegő kézzel cigiztem folyamatosan, ez annyira instant belevitt a karakter, és annyira könnyű volt. Tehát az egy beszédstílus szófordulatok, ha más vagy beszél, mint én, akkor mm -hmm. az is segít, vagy valamilyen jellemző gesztus, amit csinál. Nekem a jelmez szerintem annyira nem fontos, hogy én szégyértelnőbb bevallom, hogy én larpok előtt én egyszer közülben a tükör előtt szoktam magyarázni magamnak, és egy-két ilyen szöveget, meg megnézni az arcom, hogy hogy néz ki, meg ilyesmi. Aha, aha. Nekem szerintem, szerintem ezek, meg én egy csó nagyon sok játékon elváltoztatom teljesen a hangomat. Igen, ezt vicseren is megtudáltam. teljesen elváltoztatom a hangomat, és ez nekem segít fölvenni azt, hogy ez egy teljesen másik figura. Meg, meg, csomószor kitalálok egy-két ilyen, azt, hogy hogyan jár például, uh -huh. meg azt, hogy hova rakja a kezét. Nekem ezeket szoktam végig gondolni. például játszottam a Zagre by night -on egy muszlim Nosferatu herceget, Sarajevo hercegét, aki ilyen kvazimódó jelleggel kocsázott mindenhova, ilyen görbe háttal, meg nem tudom, úgy beszélt, hogy, hogy szűrte a, fog, fogain keresztül a, a, szavakat, és ez például teljesen nagy tökösegéhet abban, hogy, hogy valami markásat lehessen megfogni, ami elválaszt egy kicsit magamtól is, meg a többi játékostól is. Uh -huh. Meg... bizonyabb ez a hangjá változtatás, igen. Meg Ádám képes az akcentusán dolgozni már hetekkel a larp előtt, hogyha nemzetközi zekezi <laughs> van szó, ami azért nagyon vicces, mert utána nem tud tőle szabadulni. Tehát hogy Ádám az az ember, aki oda megy valahova, valamilyen térség, és egyből olyan akcentussal beszél, mint ők, és ez igaz az angol nyelvre és a magyarra is egyébként, de elmegyünk vidékre, és azonnal felveszi a helyi, a helyi tájszólás. hogyha rákényszeríti magát, hogy már ő ezt könnyen csinálja, én, én nem tudok ilyen könnyen akcentust változtatni. Um, és, és ez viszonylag könnyen csinál, csak utána rajta is ragad, és pont amikor a valami egy külföldi prága lenta akkor, akkor pont egy ilyen, egy ilyen, ilyen stílust vett magára, és utána még hetekig úgy beszélt, és <coughs> írta, hogy Hagyd már abban. <tos> 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 voltak srácok, akik ismertek már kollábról, és így a játék vége után, ugye angolul beszéltek, és nem tudtam ledobni ezt a, ezt az ilyen képzel, és nyilván nem valós, és nyilvánvalóan borzalmas ilyen, ilyen rednek, rednek drólt, de ja, vicces volt az is. Törekedtek arra egy ilyen karakter elképzelése, megalkotása és eljátszása során, hogy bizonyos távolságban legyen tőletek, bizonyos jellemvonásai markánsan különbözzenek a tiétekétől, vagy éppen bizonyos vonásait nagyon is közelítitek magatokhoz? Én szerintem nem szoktam azon hogy, ne, hogy valami ne legyen túl közel. Nem tudom. A... <híram> nem tudom, hogy itt az, a, az, is kérdés, hogy a karaktert magunknak írjuk, vagy előre meg vannak írva. Igen. Hát ez sok, sokat jelent, mert ha ember magának írja, akkor ugye a szabadon már a kereteket. Um, nem tudom, nehéz erre a kérdésre válaszolni. Tudatosan biztosan nem. Én ezt tudom mondani. Én arra szoktam figyelni, hogy esetleg, hogy ami, amik az aktuális problémáim, annak nem örülök annyira, hogy ha éppen a karakterben is ott vannak az aktuális trinkerpontok. Ez inkább nem arra vonatkozik, hogy általános tulajdonságok, de hogy az aktuális trinkerpontok ne legyenek ott, mert, mert nyilván az, amit éppen épp valójában nehézséget okoz, az lehet, hogy nem szeretném éppen akkor játékformájában feldolgozni. Most egy pár hónappal később majd igen, de, de a ott is akkor nem. Én egyébként örülök, hogy ha markánsan más jelen van a karakternek, mint nekem. Nyilván én úgy gondolom, hogy nem teljesen tud az ember magától el, elszakadni semmilyen karakterben. Tehát, hogyha valami olyan karaktert játszol, aki a szöges az is valahol, valahol te vagy, mert magadból fogod hozni, és, az, és a saját ellentétedet játszol. Szóval érdekes módon szerintem valahol mindenki a saját magának egy icipici részét játszol. Csak uh -huh. lehet, hogy ez a elképzeltem, hogy valahol ilyen is lehetnék, és akkor úgy játszom, vagy attól félek, hogy olyan is lehetnék, és akkor úgy játszom, mindig, mindig a saját szülődön fog átmenni a karakter, én és ezért mind? szerintem teljesen elrugaszkodni nem tudsz. De én mindig keresem azt a azt a, azt a, dolgot, ami szerintem, szerintem távol áll, de még kényelmes. Uh -huh. Mert vannak olyan tulajdonságok, amiket, amiket, csak annyira nem szeretek emberekben, hogy igazából játszani is nehezen játszom, és egy rövid pár órás simán, simán, akármikor, de két napon keresztül lehet, lehet, hogy nem szeretnék abban a, karakter, a karakternek a fejében lenni, mert az csak annyira, annyira távol áll meg annyira taszít. Ha egy kicsit rátérünk az élő szerepjátékokkal kapcsolatos alkotó munkára, írói munkára, szervezői munkára, az utóbbi időben azért is egyre inkább nyitok ebbe az irányba, akár hogyha az mtt s szervezési tevékenységetekre gondolunk, akár most már a konkrét élő szerepjáték szervezés irányába való érdeklődésetekre és nyitásotokra. Mi az, ami ebben titeket leginkább érdekel? Mi az, ami legérdekesebbnek tűnik ha az alkotói munkára gondolunk? Um, nekem a legérdekesebb az egyértelműen, tehát a, 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 igazából mi a legérdekesebb, vagy mi a cél ezzel, inkább már másodikra tudnék válaszolni, mm -hmm. az, hogy nekem a fő cél, aki a, 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 a mi kis háborúk, vagy mostanában ugye aktívan, aktívan szerveztem, az ad abszolút teljes immerzió, a töretlen teljes imerzió játékosokat el se repíteni valahova, hogy eszűbe se jusson kiugrani, vagy, vagy vagy ne legyen rá szükség. Tehát nagyon-nagyon erős, intenzív érzelmi, uh, érzelmi töltetési élményeknek az átadása. Mm -hmm. Engem ez motiválta legjobban, ez volt a legérdekesebb része számomra. Azt hiszem, hogy nyilván a logisztika az nem a szívemnek a csücske, és valójában, hogy egészen őszinte szeretnék lenni, a hosszú karakter szövegek fogalmazása sem annyira, szintén szégyen terül bevallom, hogy szét gp a, a, a karaktereket, tehát, hogy összeírtam a pontokat, a legfontosabb dolgokat, egy tudom én, 40 vagy 30 pontból álló listát, és a szöveg az azt meg kicsaptam az AI-nak. És utána szépen rendszereztem, meg raktam. És működött neked az AI? Abszolút. Abszolút jól működött. Kicsit át kellett struktúrálni, de szerintem kétszer megyet gyorsította a munkámon. <coughs> én valamikor úgy egy évvel ezelőtt tettem vele csak egy nagyon-nagyon enyhe kísérletet, pont így karakterek megfogalmazásánál és némi inspirációszerzés érdekében. Nagyon furcsa volt, hogy már 5-6 ilyen karakter minta után egy ilyen furcsa, állandó, visszatérő sablont láttam, és hiába kértem teljesen új generálást, akár egy teljesen máshogy megfogalmazott instrukció alapján, egy mondjuk hárommal ezelőtt már visszaköszönt patent, láttam újra viszont. Um, attól függ, hogy hol, ha pár évvel ezelőtt próbáltad, vagy nem tudom, mikor próbáltad, hogy akkor még ugye a GPT modellek is nem akarok ebben igen, 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 igen. De hogy én a, a négyest használom a legújabbat, és azért abban már egy kicsit több kreatív juice van, valamint uh -huh. vannak benne olyan, olyan módosítók, amikkel lehet kreatívabbra tekerni, és akkor pontatlanabb, vagy tényszerűbbre, és akkor pontosabb, viszont igen. következetesebb is. Szerintem ennek az a titka, hogy egyrészt a koncepciónak benned kell meglennie, és nem, nem tőle kell várni. Igen. Őtől azt kell várni, hogy hangzatosan megfogalmazza azt, amit te leírtál, és nem többet. Uh, uh, illetve az, hogy amit, amit a CGPT kiad, az egy, az egy alap, amit neked utána át kell írni. De legalább már van egy alap, és ez fel tudja gyorsítani a munkát. Uh -huh. Abszolút, te, hogy csak fogalmazásra használtam, te, nem találtattam ki vele dolgokat. Uh -huh. Uh -huh. a szírtam pontokban, hogy mit szeretnék. Meg amit én tapasztaltam, hogy neked különös vonzalmad van azért a gamifikáció irányába is. Igen, ez egy érdekes kérdés, sokat gondolkozom rajta. Vikivel szétbingeltük a Mike Brown-nak a, Brown a Game Maker's toolkit videóit, tehát hogy mi viszont sokat is beszélgetünk, ami otthon is, akár lapok után, akár videójátékok vagy azt, hogy szerepjátékokon mm -hmm. kapcsán, gamifikációról, game designról, tehát ez aznál, visszatérő, mm -hmm. majdnem napi szintű téma, hogy erről beszélgetünk. Igen, abszolút és abszolút érdekel a gamifikáció is, de szerintem nagyon-nagyon könnyű túl gamifikálni, és ezzel elmondtam egy, egy Azon a ponton például, amikor a gyűlőszerepjáték mesélésbe megy át, tehát valaki kiszáll is mesélni kezd, ott szerintem elbukott valami. Ugyanakkor, hogyha ugyanitt, hogyha hosszú lapokat kell olvasni, vagy, vagy, vagy ilyesmi, akkor is az ott az nem, nem jó irány. A gamifikáció, és ezért meg akar így ezt a dobozt összedni, hogy így kicsit, vagy kicsit vagy válaszolni a Nem, nyugodtan ezt a dobozt, doboz. Oké, szóval, hogy szerintem a gamifikációnak az le a feladata, hogy azokat a részeit a játék valóságjának, amit nem szeretnénk, vagy nem tudunk megjeleníteni, ezekre adjon egy szimulációs alternatívát. És semmi több. Tehát larp lárt, csak azért berakni valamit egy játékba, egy gamifikált elemet, hogy legyen, az, az egy hatalmas iba. Meg ez egy fontos dolog, hogy amit, amit érteni kell, hogy mindenféle gamifikáció kiránt az immerzióból. Az összes. Akármennyire jó, akármit csinál, mivel az nem karakterjáték, hanem valami, valami, valami más, egy, egy, egy szimulációja valaminek, ezért az ki fog téged rántani a játékból, és szerintem ezért is fontos, hogy minél kevesebb, de az nagyon ütős, gamifikált nem legyen, amiben van, mert tudnod kell, hogy az a szerepi játéknak egy kicsit a rovására megy, de lehet, hogy, de hogy ha ezt ügyesen de hogyha ezt ügyesen csinálj, csinálja az adott szervező, akkor pont csak annyira, hogy éppen segítse a játéknak a további részeit, vagy hogy nem tudom, hogyha itt kéne ebben a, ebben a szobában egy harcjönletet csinálni, akkor nyilván a what you see is what you get az nem a legjobb, hogy It itt most neki az emberek ütni egymást, hanem akkor kell valami, ami előre mozítja azt, hogy meg lehessen valósítani a, já a játékban, de ki fog rántani. Ja, vannak ilyen hard, meg soft gamifikációs elemek, tehát soft mondanám mondjuk azt a fajtát, amit sok játékok használnak az intenzitás növelésére vagy csökkenésére, főleg külföldön gyakori, hogy megkérdezik mondjuk a másiktól, hogy is this all you've got? És akkor ez olyan kulcs szó, amit előre mindenki ráképzi az agyát, hogyha ezt mondja valaki, akkor azt jelenti, hogy emelni akarja. Igen. Az intenzitás, vagy mit tudom én, back off, vagy, vagy valami hasonló szövege meg csökkenteni az intenzitást. Ez például egy nagyon soft gamifikációs elem, ami nagyon-nagyon minimálisan töri meg a karakterimmerziót. Regisztrálsz egy apró jelet, egy apró gamifikációs klút, és az módosítja a játék, játéknak a menetét. De vannak mondjuk olyan hard dolgok, amikor az ember előcsapja a karakterlapját, a kártyáit, meg nem tudom micsodákat, és akkor a leírt cuccokat elkezdi elolvasgatni. Na, ezek viszont tényleg kirántanak a karakterből, mert valami olyasmit csinálsz, ami a karakterettől magától nagyon távol áll. Szerintem akár még hard gamifikációs elemek is belemehetnek a játékba, hogyha ne törjék meg az inmerziót, akkor, hogyha valami olyan cselekedetben vannak beleágyazva, amit ők karakter is csinálnak. Tehát, hogyha mondjuk nem tudom, levelekkel lehet uh, mozgatni, mondjuk van mondjuk egy például, amikor vagy és a karaktered mondjuk tényleg rendesen pennával, meg Tergomendre valami levelet megír, akkor, akkor az, az nem töri meg annyira az invenziót. De nagyon oda kell figyelni, és nagyon-nagyon fontos a alapos gamifikáció, és mondjuk a Vampire Larpokat pont például a 1000 millió narutó disziplína miatt nagyon nehéz szerintem jól gamifikálni. Hát pont azért nem is használja egy csomó játékos, a nem például alatt a, a disziplínei, mert úgy van vele, hogy ez valójában nem nyújt akkor a játék élményt, hogy használja őket. De pont most, hogy említetted, hogy itt ezek között, a keretek között milyen nehéz egy harci jelenetet, vagy egy konfliktusos szituációt megvalósítani, anélkül, hogy az megtörje az immerziót, vagy akár a játék lendületét. Néhány nappal ezelőtt most pont az egyik játék keretében volt egy nagyon újszerű kísérlet erre, amit én még nagyon szeretnék többször kipróbálni. Az volt ugyanis a megközelítésem erre, hogy itt kifejezetten modern harci fegyverekkel és néhány nagyon kiemelt jelenetben történő konfliktus kezelésre kellett, hogy sor kerüljön. És azért, hogy ebben a jelenetben mindenki részt tudjon menni, mindenki megfelelően tudja a karakterének a motivációját követni, illetve Mindenki át tudja élni abban a jelenetben, lépésről lépésre, hogy mi történik körülötte, vele és másokkal. Ezért egy kicsit ilyen slow motion-tarantino megközelítést képzeltem el erre, és ezt ki is próbáltuk most több alkalommal. Úgy tűnik, hogy ha lesz erre egy kis workshop a játék előtt, akkor ez jobban is fog működni, de így is nagyon szép eredményei voltak a háttérben egy nagyon meghatározó és lassú tempójú zene, és a játékosok az összes harci cselekményt, és az azáltal elszenvedett sérüléseket, a fájdalmukat, a gyötrődést, és akár a halálukat is lassítva, és nagyon pontosan, nagyon érzékletesen jelenítették meg. Egy ilyen harci jelenet kb. 4-5 perc alatt zajlott le itt a játék fináliában. Ettől nagyon filmszerű lett, de nem álltunk meg soha, nem kellett ugye karakterek statisztikáit, értékeit, lépéseit konfigurálni. Nagyjából mindenkinek megvolt az elképzelése, ezt egyszer kipróbáltuk, hogy hogy működik, és utána már az egész jelenet így végig tudott menni. És ezt nagyon szeretném majd, ha újra és újra kipróbálnánk, és kiderülne, hogy ez egy működő koncepció jövőre nézve, vagy ez csak egy kísérlet volt. Nagyon jól hangzik. Tehát tök, tök, érdekes, tök érdekes amúgy. Én azt látom nehezen, hogy ilyen tud, ez sok emberrel egyszerre tölteni, mondjuk hárman vagytok, vagy négyen, azt így el tudom képzelni. Én most szeretnék elmenni az errójára majd az következő rándra, hogy, hogy, hogy működik mondjuk nyolc ember. Itt a finishben a hat emberrel ment végig ha. ez a jelenet, de természetesen itt előre meg volt koreografálva az, hogy mi fog történni ez alatt a jelenet alatt. Egy ha. könnyítés azért volt benne, de ez a játéknak a narratív jellegéből adódott nem abból, hogy a játékosok ezt így akarták, de ez az összes karakternek a játék fináléjában adott egy nagyon jó drámai lehetőséget arra, hogy akár az ő személyes vendettájukat, akár az ő utolsó leheletükből eredő cselekményüket, akár pedig az utolsó pillanatukat, mielőtt elbúcsúzzának és megtérnének az örök vadászmezőkre, megjelenítsék, és ezt egy nagyon ikonikus, erős pillanatban visszaadják. Tök jó. Kint, a, búr, búr, búr. Milyen, ez például egy abszolút soft eszköznek tűnik. Igen. Tehát, itt ez nem, nem töri meg a karakter egy annyi, hogy az állóra be van konfigurálva, akkor nyilván ez jelentősen könnyen. Ezeket a mechanikák között akartam én a ami most eltávolodva a, a, a harci mechanikáktól, hogy a Summer Disco, ami mi voltunk, azon volt egy nagyon érdekes szexmechanika, ami ott és akkor nem működött egyébként, de én azt látom, látom jól működni, mert ez a 80-as évek larp volt, és nagyon-nagyon nagy font, fontos része volt a zene, a 80-as évek zenéje, ami szinte vitatatlanul nagyon-nagyon jó zené volt 80-as éveknek. És az, és az, volt a, a drogozás mechanika, meg a, meg a szex mechanika, hogy kazettákat kellett hallgatni magnón, mindenkinek kellett vinnie a magnót, és hogyha szexeltél valakivel, akkor meg kellett osztani. A, a, magnót a másikkal, és a szexzenét kellett hallgatni, és közben egymást nézni közben. Egyébként ez nagyon jó is elsülhetett volna, ha nem lett volna összekötve, hangoljátok össze a lélegzeteteket egymással, az, 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 fura volt, de szerintem, meg hogyha működtek volna a magnók értelmesen, és nem jöttünk volna rá, akkor nem lettetek lecserélve a magnót valami másra, mert ezek nem működnek stabilizáltak eszközök, és a ropogott roppongott, és vissza kellett tekerni, mint mindenki elrontott, mindegy. De hogy, de hogy, az alapvetően az, hogy egy ennyire zene központú larpon, egy 80-as évek központú, diszkó központú larpon az a mechanika, hogy közösen kell zenét hallgatni, ez az alapban zseniális volt. És, 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 és volt, amikor nagyon jól is működött. Nyilván egy picit kihoz a játékból, mert valamit, valamit mást hoz, de ugyanakkor meg annyira hangulatos már önmagában is, hogy ott is akkor lefekszetek, meghallgatjátok, és alapvetően elképzétek, vagy, hogy megbeszéltek, hogy mit történt kettőtök között. Szerintem ez, ez egy, ez egy említésre méltó uh -huh, uh -huh. dolog, ahol Abszolút, holom, nagyon szépen működött, és nagyon jól bele simult a lapkoncepciója. ezért tök jó, hogy ilyen a bozom kívüli gondolkodásom, okay. hát, ez, ez, valami új túl, valami kísérletező. Aztán látszik, hogy itt vannak a logisztikai, meg az ilyen mindenféle mugli problémák vele, de hogy az elképzelésről, igen. tehát az tökre jó. Visszatérve egy kicsit a mi kis háborunkra, ennek a játéknak az alapötlete és a megvalósításával kapcsolatos összes részlet, az hogyan jött és hogyan alakult ki? Mert nagyon sok egyedi új megközelítés van benne. Hát nagyon örülök, hogy ezt mondod, a, nincs jól is isik. Az egész ugye alapvetően az Eleven Bit Studiosnak a This War Mine nevű videójátékáról rá alapozott, és ez egy nagyon nagy sikerű videójáték, amit én szem, személyesen is nagyon-nagyon szeretek, és annyira jól sikerült, hogy Lengyelországban például bekerült a a, a tanter választó része az, hogy a diákoknak kötelező olvasmány helyett, ez a a játszanak, és akkor erről kell, erről kell írniuk. szóval so, nagyon szeretem ezt a játékot, játszottunk belőle egy társast, és valójában pont a Demeteren, Demeter utáni partin beszélgettünk ott egy pár emberrel, és ott mondta az egyik lengyel csajszi, hogy náluk volt egyszer egy ilyen This War of Mine játék. És mondta, hogy ott viszont van, hogy 100 volt voltak, meg ilyesmi, ez egészen más. És, és innen jött nekem az elképzelés, hogy akkor egy kisebb fővel, kevesebb fővel, nagyon-nagyon fókuszált, nagyon-nagyon összeírt karakterekkel, nagyon intenzív játékot kellene létrehozni, és, hát erre pont jött ez a kiváló helyszín, ugye Hantos Liliknek a Hantik építőipari Kft-nek a telephelye Csepelen, és, Valahogy ez így között ez a kettő gondolat, és akkor így meggyúlt a szikra, mert pontok voltam náluk valamiért, és úgy meggyúlt a szikra, hogy akkor ebből kéne csinálni valamit, és komolyan menni. Az, az alapötlet az annan jött, hogy valami nagyon intenzív, szinte tabuk nélküli, brutális játékot szeretnék, valamit, amiben nagyon-nagyon erős érzelmek vannak, és nagyon-nagyon erős karakterek ez a játék nem, ez alap, ez nem mindenkinek szól. Ez egy egy délutános játék volt, epizódokra bontott egy délutános játék. Nem mindenkinek szól, és amikor az első játék lement, utána többen, akik jelentkeztek az elsőre, mondták, hogy az elmesélések alapján jobb is, hogy nem mentek, mert ez nem, nem nekik való. Viszont akik megmentek, tőlük pedig nagyon-nagyon pozitív visszajelzés jött mindenkitől eddig, akivel beszéltem. Szerencsére. Um, nem tudom, mi, mi, az, ami, mi az, amiről amit Nagyon ritka játékok közé tartozik ez abból a szempontból is, hogy borzasztóan személyre szabott, játékosokra, karakterekre szabott a játék, és a játék folyása során is folyamatosan a játékosok döntéseihez igazodik, de úgy, hogy én NPC-ként vettem részt ebben a játékban, hogy tűkönülve vártuk azt, hogy a játékosok döntése 5 perc múlva mit fog eredményezni, melyik helyszínt kell berendeznünk, mint npc k mibe öltözzünk most be, hogyan fogunk akkor viselkedni, hogyan fogunk reagálni, és ez a játék egyedi szituációhoz való hangolása, ez ráadásul olyan kizárólagos jellegű, hogy egy csomó előre megírt karakter és jelenet nem is kerül színre, mert a játékosok azt nem választják. Igen, igen, amúgy ez egy, ez egy kísérleti dolog volt, tehát én nem tudtam, hogy ebből mi fog kisülni az egész legelső ránon, abban sem voltam biztos, hogy ez egyáltalán működni fog. Így itt arról volt szó, hogy a így összefoglaljuk, hogy a játékosok, ugye epizódokra volt bontva, napokra volt bontva a játék, és minden nap a, a túlélők, a, ugye ez a játék settingje szaraja volt, amit itt pogor, hívnak bombázák, és egy kis csapatnyi ember uh, menek, egy, egy menedékben meghúzza magát civilek. És uh, volt a játék, van egy tábla, egy térkép, ahol ki lehetett választani, hogy a következő Epizód, tehát a következő napon éjszaka, amikor a mestelőrészek nem látják őket, hova mennek, ki, gyűjtögetni, vagy cseréberíteni, vagy melyik helyszínt látogatják meg, és a helyszínválasztástól függően ugye berendeztük a külső terepet. Um, én nem voltam benne biztos, hogy nekünk addig, amíg a játékosok meghozzák a döntést, van egy kis szünet a két epizód között, és elkezdődik a következő epizód, hogy valójában lesz-e időnk berendezni majd a telepet a, a, a következő helyszínre. Nem tudtam, hogy ez mennyire fogja kilántani a játékosokat, hogy. 50 percenként megvan állítva a játék egy 10 percre, vagy 15 perces epizódokra van mondva. Ez egy, ez egy kísérletezés volt, de, de úgy tűnt, hogy úgy tűnt, hogy kellettek és azok a szünetek a játék intenzitására való tekintettel, valamint hát a csapat pedig varázslatos volt minden egyes alkalommal, és mire én megérkeztem, ilyen kártyákat osztottam ki, amikkel a játékosok játszottak, ilyen történések a egyik napról a másikra, és mire kijöttem, már szinte majdnem mindig be volt rendezve a következő helyszín. Tehát tényleg ilyen, ilyen, ilyen mozgó színpadként, vagy nem tudom, folyamatosan alakult az egész játék. Nyilván ez növeli az újra játszhatóságát is, mert hogy nem volt két olyan játék, ahol pont ugyanazokat a helyszíneket ugyanabban a sorrendben választották. bizony. Mm -hmm. És volt egy csomó olyan helyszín, ami egyik játék során sem került megjelenítésre meg lettek írva, ki lettek találva, a forgatókönyv meg lett írva de szóval a játékosok nem mentek el oda, és ezzel nincsen semmi baj. Alapvetően nyilván ez extra agency-t ad a, játékosoknak. Milyen volt, ami ez belülről azt... azt én még arra, arra akartam reflektálni, hogy azért, de nagyon jó, hogy, nagyon jó hogy ott vannak azok a helyszínek, mert hát például az egyik ilyen helyszín, ami nem került soha, ami, ami ahova nem mentek soha, az, 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 a csendes ház, az idősöknek a háza, ami ugye a játékban is olyan, hogy ki tudod pakolni az idős embereket, csak hát morálisan nagyon megkérdezhető, és szegények uh -huh. ott, ott, hát tudod, hogy most azzal, hogy te őket kiraboltad, halára ítélted őket. Tehát ez egy nagyon megterhelő dolog. Uh -huh. És minden játékos, ugye a legtöbb játékos, aki eljött erre, erre a live ra ismerte a játékot, a számítógépes játékot. Tehát mindannyian tudták, hogy ó, ez az a ház. És azért sem mentek oda, mert tudták, hogy ez ne. Ez, 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 ez túl sok. Nem. Túlélésért sem ugye valaki volt a karaktereknek, tehát ugye az a játékban is meg volt jelenítve, tehát a játékos karakterek is tudták, hogy mi van ott. Igen. De, de minden egyes alkalommal morális dilemma volt. Tehát, hogy mikor nem is mentek el oda, mindig téma volt, és mindig megnehezítette az, az életüket. Ez az opció segít abban, hogy átélhető legyen a nyomora a játék, meg az, Igen. hogy elmehetsz oda, és válaszol ezt az utat is. És nyilván nagyon megkerülhető lesz, de az is egy döntés, hogy ezt nem teszed meg, és szerintem ezért is fontos, hogy ott van az a helyszín egyébként. Ja. A jövőre nézve van olyan tervetek, vagy álmotok, amit szívesen nem megosztanátok most velem és a hallgatóinkkal? Akár olyan játék, amit szeretnétek esetleg megszervezni a jövőben, akár olyan játék, amit nagyon szívesen játszanátok. Ilyen ötletet tele van a fiók. <laughs> 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 nagyon sok ötlet van. Uh, amit én kihangsúlyoznék, szerintem az egyik, amit közösen szeretnénk majd viki az a Menü című filmből készült. Mm -hmm. Szintén ilyen borzasztóan intenzív, egy délutános, vagy esetleg egy napos uh, élőszerepjáték. Ennek a logisztikája már időt törjük a fejünket, mert most nem triviális. Aki látom a című filmet, hogy ez egy nyitott konyhában játszódik, Igen. meg egy is helyiség, oda csatott vendéglátó helyiségben. Viszont aki nem látta és szeretne jönni erre, az bár, szó, nem nézze meg a filmet. <laughs> 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 szóval ez egy borzasztó erős thriller történetről van szó. Um, Szóval ez az egyik, amit terveztünk közösen megvalósítani. Meg mm -hmm. mm -hmm. Vikinek egy csomó terve van még. nagyon sok ötlet, ötlet van, ötlet mindig nagyon sok van, aztán mindig én is arra júzok, hogy nagyon-nagyon-nagyon szeretek írni, nagyon meg szeretem megírni a karaktereket, én borosztóan szeretek egyénre szabott dolgot, inkább, inkább kevés játékosnak, mm -hmm. de nagy-nagy élményt adni személyre szabva, és például a monitorozva, hogy hogy érzik magukat, majd arra reagálni, ez szeretem. Nagyon szeretem az, az megírás részét előtte, és utána a, konkrétan már a helyszínen az implementálás, és a kettő közötti logisztika és adminisztráció rész, amit én sem tudok csinálni, pont azért nem egészítjük jól ki egymást ebből, mert ugyanazt szeretjük, és ugyanazt tudjuk csinálni, és az ami unalma, számunkra unalmas részeket, azokat még egyikünk se tudja időben, normálisan, szenvedés, sírás és hajtépés nélkül megcsinálni. <laughs> szóval, hogyha ezt megcsináljuk, akkor azért kell egy ember, aki, aki ebben, ebben jó. Um, és de egyébként hát veled terveztünk egy másik, egy LARP sorozatot. A, engem borosztóan izgat az a téma, hogy ugyanazt a karaktert többször játszani, csak ö, más ö, settingben kicsit, meg, meg időben eltolva. Igen. És innen jött az ötlet pont ebből a Midsummer Disco-ból, hogy kéne csinálni egy másik, egy 80-es évek zenés larpot, és ebből kinőttem, a 12 órás alatt, a kétszer 12 órás alatt kinőttem a hát a terv, hogy egy ilyen három részes larpot csinálni, ahol az egyik egy osztálykirándulás a 80-as években, még gyerekekkel, férjével, egy ilyen kamaszokkal, és, és utána egy, egy végzős házi buli, amikor ugye elválnak az útjaik, de még utoljára együtt vannak már a nagyobb kamaszok, szintén még 80-as évek, és igen, egy házi buli indult, tényleg. indult, csak utána kinőtte magát, az a plusz két része, és az utolsó felvonása pedig egy tíz éves osztály találkozó már a 90-es években. úgysem mindenki ugyanazt a karaktert játsza. Nyilván ennek is vannak a logisztikai nehézségei, hogy vajon ennyi ember rá fog-e három alkalommal is érni, de, de mozgatja a fantáziámat, hogy hogyan, hogyan lehet ezeket a változásokat, meg a, meg ezeket a régi kapcsolatokat újra megélni tíz évvel később. Fú, ez, ez, nagyon, nagyon, nagyon szóval remélem, hogy sikerül összehoznunk Ákos. Bizony. Ja, de még rajta a szellem ezen az első világháborús Csehországban folyoskodunk larpon, valamint volt két jegyünk a Szaharára, ez a Kiosz a nagy túlulartja konkrétan a Szaharában, Tunéziában, de, de hát ezt a két helyet ezt eladtuk mert kiátszottuk a felnőtt kártyát, arra egyszer még jó lenne elmenni arra a szaharára. A másik lap, amit szintén kinéztünk, de szintén lemondtunk róla, az pedig az Odysseus, ami pedig Finnországban játszódik, hogy Finnországban megtartott ilyen Metal Star Galactica, 48 óra folyamatosan egy egész iskola be van rendezve űrhajónak. De hát az, az szintén nagyon-nagyon drága lap, és az, amit, amit így elengedtünk, hogy ez most nem fog beleférni. Hát az az igazság, hogy mi ezt, a, ezt az másfél évet nagyon-nagyon-nagyon erősen toltuk LARP szempontjából, és most azt érez, hogy egy picit, picit el is fáradtunk benne, meg hát nyilván ezért kicsit több minden, és egy picit ilyen szünetelt addig az életünkben, mert nagyon LARP-ból LARP 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 mentünk, és, és, most azt érzik, hogy nagyon-nagyon jók ezek a LARP-ok, -ok, nehéz nem elmenni mindenre, ami érdekel, de, de muszáj egy picit, picit koncentrálni az életre. Szóval nyilván még rengeteg lapra szeretnénk menni, csak lehet, hogy nem egy év alatt kell mindenre és nyilván, nem, hanem, úgy, hogy legyen az embernek ideje élvezni. Igen, igen. Egy másik nagy kinézett lap, még a Grey Light volt. Igen. Grey Light, ami pedig egy nagy, nagy volumenű cyberpunk LARP Németországban. Most volt meg a prelődje, másodszorra volt lefutott, hogy most kezdődik van az első epizód. Hát nem arra is szeretnénk igen, azt én pont a lerendjúti miatt mangtuk le mind a ketten, hogy arra én el tudjak menni, de nem, nem bántam meg alapvetően, mert életre szóló elmény volt. Hát nagyon érdekesen mutatkozik most a 2024-es évünk is. Egyrészt menni fogunk nagy blockbusterekre, külföldi játékokra, másrészt itt az élő szerepjátékos estéken is egészen biztos, hogy együtt fogunk játszani, meg már az is biztosan látható, hogy hozni is fogtok, szervezni is fogtok játékokat és én nagy örömmel várom majd ezeket, és még egyszer köszönöm, hogy eljöttetek, és itt voltatok ezen a beszélgetésen. Hát köszönjük a meghívást. szépen. Ez volt a Wikivel és Kuvasszal készült felvétel második része. Remélem elnyerte tetszéseteket. Ha érdekel benneteket ez a téma, és értékkel bír számatokra ez a tartalom, iratkozzatok fel csatornánkra, és akár nyilvános kommentben, akár privát üzenetben mondjátok el véleményeteket podcastünkkel kapcsolatban. Szívesen veszünk minden nézőpontot és javaslatot. Play to have fun, play to be.